egy helynek van egy kisugárzása, amit az ott élő emberektől kap, és azt lehet érezni, ha valaki belép az ajtón. Én ide bejöttem, és az volt az érzésem, hogy mennék még beljebb. Behoztuk a lányunkat, hogy nézzen körül. Körülbelül 3 másodpercig tartózkodott a társaságunkban, mert ahogy belépett, oda rohant hozzá 2 lány, akiket életében nem látott természetesen, és azt mondták, hogy de baromi jó az oknid van, és nagyjából eltűnt. Amikor ide költöztünk és elmentünk az iskola előtt, akkor a még kicsi gyerek azt mondta, hogy én ebbe az iskolába fogok járni, mondta. Majd amikor eljöttünk a felvételire, akkor én kimaradtam, ő bement, és azt hiszem, hogy ilyen felvételi vizsga nagyon ritkán van, mert én csak harsogó nevetést hallottam az ajtón keresztül, és nem tudtam, hogy miről van szó. Majd kiderült, hogy az én gyermekem éppen azt mesélte, hogy hogy szokott a kutyával a holdkörösben fürdeni. Eljöttem ide. Valami, hogy hívják ezt, ilyen vásári nap volt, amikor a gyerekek, ilyen nyílt szülői nap, a gyerekek árultak csecsebecséket egymásnak és a szülőknek. És bejöttem, és elkezdtem beszélgetni a gyerekekkel, és azt láttam, ezek ugye gimnazista, kamasz fiúk, lányok voltak, és azt éreztem, hogy ezek a gyerekek jó fejek. Tehát ott bejöttem hozzám, oda jöttek hozzám, beszélgettek velem, amiket kérdeztem, arra mindig nagyon értelmesen és nagyon jópofán és nagyon nyíltan tudtak válaszolni, és valahogy azt éreztem, amikor először jártam az AKG-ba, hogy Istenem, de jó lenne, hogyha én diákként ilyen iskolába járhattam volna. Ki ne választaná az AKG-t, amikor bejön ide? Tehát bejöttünk az iskolába, és azt éreztem, hogy ennek a gyereknek ide kell járni. Egyszerűen a légköre, a hangulata. Tehát amíg más iskolába bemész, és azt érzed, hogy fegyelem van, rend van, ami nagyon-nagyon jó dolog, de nem lehet érezni időnként a gyerekeken, hogy olyan nagyon jó kedvűek. Mi ide bejöttünk, pont egy ilyen napközbeni időszak volt körbenézni, és azt láttam, hogy mindenhol rohangálnak, kiabálnak, zsivaj van, és olyan iszonyú jó kedvűek a gyerekek. Ide bejöttünk, azt mondta, hogy ne menjünk tovább, ő vagy ide, vagy sehova. És ez a mai napig így van. Tehát most 9-es, és tavaly évvégén azt mondta, hogy ő soha nem akar más iskolába járni. Mondtam, hogy kicsit nehéz lesz elintézni, hogy 30 évesen ide járja, de megpróbálom.